Színes falakat kapott a Ferenczi Ida óvoda, Csongrádi utcai óvodája szombaton délelőtt a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogram diákjainak köszönhetően. Az MTC Fites 6.-7. osztályos diákok csapatépítő napjuk keretében az óvoda egyik kinti udvarának falát festették ki saját alkotásaikkal. Az ötlet a tehetségközpont munkatársaitól származik. 2020 elején költöztünk ide, a Csongrádi utca 37 szám alatt van az új központunk, és ugye sokszor elmentünk az óvoda mellett, és láttuk, hogy a külső udvara azért nem a legjobb állapotban van, főleg a falak azért elég szomorú látványt nyújtanak, és innen jött az ötlet, hogy esetleg ezt színesebbé tehetnénk, és akkor összekapcsoltuk ezt a ódafal kiszínesítő projektet és elgondolást, összekötöttük a csapatépítő napunkkal. A meghirdetett pályázatra több mint 30 alkotás érkezett a felsősöktől, amiket Németh Ábel képzőművész válogatott ki és szerkesztett össze. Nagyon nehéz volt választani, mert én úgy gondolom, a gyerek rajzán nincsen olyan, hogy rossz rajz. Tehát itt magát a környezetbe helyezhetőséget kellett, megvalósításnak a mérlegelését, tehát a legbonyolultabb rajzokat, olyan rajzokat, amik ilyen 40x50 centis méretbe felnagyítva esetleg nem tudnak olyan jól érvényesülni, azt most nem tudtuk megvalósítani, de azért igyekeztünk, hogy minél több alkotás felférjen majd az általunk előre fölfestett környezetbe. A rajzokat felnagyítva vetítették ki, amit a képzőművész segítségével a gyerekek mintegy színezőt festettek ki. Az óvoda vezetősége nagy örömmel vette a kreatív ötletet. Ezeknek a gyerekeknek, mivel ők hátrányos helyzetűek és kevés olyan ingerrel találkoznak, ami az esztétikai érzéküket és a személyiségüket fejlesztené, én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas pluszt fog nekik adni ahhoz, hogy a kreatív gondolkodásuk, a képzelőerejük és minden más, ami egy egész egészséges személyiséghez szükséges, ők is hozzátettek nagyon sokat. Az esemény fővédnöke Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester volt.